ősszeli számos kiváló program lehetőség vár kicsiket és nagyokat egyaránt. Ennek apropójából szerveznek tökfaragó versenyt november 6-án a Bisop Gyümölcs Paradicsom munkatársai. A kezdeményezés kapcsán Parrag Miklós elmondta, az akció ötlete még tavaly született meg, bővíteni szerették volna a Halloween témájú kezdeményezések sorát. Nagyon kevés rendezvény a városba, én úgy láttam, és tavaly kitaláltuk itt a közös barátokkal, vásárlókkal, hogy legyen valami esemény. És ezt találtuk ki közösen, akik segítenek most is a szervezésbe és a lebonyolításba. Parag Miklós kiemelte, a verseny célja elsősorban az, hogy kellemes elfoglaltságot biztosítson az érdeklődők számára. Én ezt uh, saját finanszírozásból csinálom, az egészet, és uh, én annak örülök, hogyha látom a, az embereket, hogy örülnek, és felszabadultan uh, faragják a kis töküket, amit nyilván én biztosítok nekik, de ez az én dolgom, meg a gondom is akkor. Ebben az évben, ja és hozzáteszem, hogy tavaly például a fejlődtek már hogy jobban élvezték a faragást, mint a, mint a, gyerekek. A szervező hozzátette, mint egy 90 résztvevővel számolnak. 100 darab tök áll rendelkezésünkre, nyilván abból kiesik egy pár darab. Szerintem olyan 80-90 tudunk rendesen leültetni, illetve kiszolgálni. Annyit kérünk, hogy mindenki hozza magával a eszközt, amivel faragja a tököt. Többi a mi dolgunk. És mindenki érezze magát jól, úgy, mint tavaly, és várunk mindenkit szeretettel. A november 6-ai tökfaragó versenyen a részvétel ingyenes. A rendezvény helyszíne pedig a Vasmi úton található Bishop Gyümölcs Paradicsom előtt felállított pavilon lesz.